Karácsony közelettével a győri állatmenhelyre is ellátogatott dr. Dézsi Csaba András polgármester, a városvezető számára különösen fontos az állatvédelem, szívén viseli a házi kedvencek sorsát is. Győr első embere idén is adományokkal együtt érkezett az intézménybe. Ezen a téren úgy döntöttem, hogy a fiatal kutyákat támogatjuk, hiszen az állatmenhelye nagyon sok olyan ebb kerül be, akiknek kölykei vannak, és feltételezem, hogy kevesebb ilyet hoznak be, úgyhogy most junior tápot hoztunk, illetve játékokat hoztunk. A városvezető körbejárta a telepet, amelyen jelenleg 130 kutya és 70 macska él. Örömmel látta, hogy sokan jönnek kutyát sétáltatni. Reméli, hogy a győriek az ünnepi időszakban is aktívak maradnak ezen a téren. A polgármester feleségével együtt papagájmentő alapítványt üzemeltet. Az árván maradt madarakat befogadják és jó körülmények között tartják őket. Az önkormányzat persze minden állat, így a kutyák és macskák mentésére és gondozására is igyekszik minél több pénzt fordítani. Győrben idéntől, tehát 2023-tól már a költségvetésben szerepeltettük az állatvédő szervezeteknek a támogatására egy alapot hoztunk létre, és ugyanez most már rendszeresen szerepelni fog a költségvetésben. Igazgatóval beszéltem, ebből egy olyan beteg állatok számára, a gyógyuló félben lévő állatok számára, akik nem fertőzöttek, egy elkülönítő állomást fognak építeni, de nagyon-nagyon sok mindenben együttműködünk most már az állatvédő szervezetekkel, és próbálunk olyan fejlesztéseket tenni, amik eddig nem voltak. A városvezető arra kéri az embereket, ne vegyenek élő állatot ajándékba, ha nem gondolták át alaposan, hogy a házi kedvencekről 15-20 éven át, vagy a papagájok esetében akár hosszabb ideig is gondoskodni kell. Nagy Péter, az Emberek az Állatokért Alapítvány kuratóriumi tagja elmondta, a karácsonyi időszakban folyamatosan érkeznek az adományok a menhelyre. Most már túl vagyunk a hivatalos állatok karácsonya rendezvényen, de hétvégente az állatok karácsonya sátor az nyitva tart egy kis melegtával, süteménnyel. Ez egyébként a két ünnep közötti időszakra is igaz, tehát a 27, 28, 29, 30-ai napon is hétvégi nyitvatartás szerint leszünk délelőttönként. Úgyhogy akkor is várjuk a látogatókat. Nagyon sokan jöttek magánszemélyek, megkerestek bennünket cégek, vállalkozók, akik szintén jelentősebb adományokat juttattak a győri állatmenhely lakóinak, illetve hát iskolák, iskolai közösségek is, valamint külföldről is kaptunk, úgyhogy hát nagyon hálásak vagyunk a támogatóknak. Nagy Péter hozzátette, a költségvetésük nagy részét az adó felajánlások teszik ki. Állatszerető emberként tehát érdemes az adó 1%-át az Emberek az Állatokért Alapítványnak felajánlani.